Az ásványoknak van bizonyos jótékony hatása, erről lehet vitatkozni, valaki érzi, valaki nem. Én azt szoktam mondani, hogy intuitíve azért valahogy vonzódunk bizonyos ásványok iránt, és hogyha szeretnénk, akkor ezeket bátran is viseljük. Az, hogy itt rengeteg ékszer látható, ez nem véletlen, ugyanis a nyárhoz köthető. Ilyen például a larimár, ő másképpen delfinkő néven is ismert. Nagyon különleges, és egyébként egy ritka ásványról van szó. Itt ez a sötétebb színű kék, ez apatit ásvány. Szintén tenyésztett gyöngyel, édesvízi gyöngyel kombináltam. Ennek mivel pici az alakja, és fazettált a csiszolása, ezért gömböket formáltam belőle. Az ásványok, illetve a kőzetek iránti vonzalma egészen gyerekkoromra vezethető vissza. Nagypapám imádta a köveket, és általa szerettem meg én is őket. Akkor még nem tudtam, hogy ékszertervezéssel fogok foglalkozni, csak végig kísérte az utamat ez a vonzalom, és már egészen későn felnőtt fejjel alakult úgy az életem, hogy ékszertervezésben fogtam. Az első ékszer, amit elkészítettem, az egy karkötő volt, és a barátnőmnek készült ajándékba. Még hosszú évek követték, hogy ebből egy vállalkozás szülessen. Én csak egyszerűen, megérzésszerűen mindig ajándékba a karkötőket készítettem a közeli ismerőseimnek, és valahogy sikerült eltalálnom az ő ízlésüket, azt a formavilágot, amit ők szeretnek. Nagy öröm volt látni azt, hogy mennyire boldogan hordják az ékszereimet. Az ékszerek úgy készülnek, hogy beszerzem a megfelelő alapanyagokat. Hogyha kitalálok egy új ékszert, akkor megnézem, hogy mi az, amit találok a nagykertben. Ezeket bevásárolom, hazaviszem. Valamikor úgy jön egy ötlet, hogy egyszerűen két alapanyag véletlenül egymás mellé gurul, és meglátom, hogy ez mennyire jó lesz egymással. Vannak különböző fogóim. Ők mondanám, hogy klasszikus eszközök, de nem, mert egy kicsit meg vannak okosítva a férjem által, tehát ők még le vannak csiszolva, hogy még tökéletesebb és aprólékosabban tudjunk vele dolgozni. Van klasszikus fogom, csípőfogom, illetve vannak a nemes fémek, amik a fülbe való alapját képezik. Ebből rengetegféle forma van, illetve színben is van ezüst, illetve pezsgőszínű. Most egy fülbevalót fogok készíteni. Először is kitalálom, hogy mit szeretnék készíteni, milyen forma, milyen legyen az alapja, legyen beszúrós vagy kapcsos, esetleg kerek alapra készült. Utána kitalálom, hogy milyen gyöngyök kerüljenek hozzá, milyen stílusban, hány szemet, milyen hosszúságúra akarom, és akkor ahhoz tartozó alapanyagokat kikészítem magamnak. És hogyha megvannak a kiválasztott alapanyagok, akkor összefűzöm őket. Nagyon nagy divat most az édesvízi tenyésztett gyöngy. Ez időről időre visszatér a kínálatba. Szoktam ásványokkal kombinálni, mint ahogy itt is látható, vagy ami rajtam van, csak úgy szimplán szólóban. Nagyon sok variáns létezik. Az alakjukat tekintve vannak szögletesek, kerekek, kisebbek, nagyobbak, úgyhogy nagyon szépen lehet játszani ezzel, hogy hogyan is alkot meg egy darabot az ember. Most egy divatbemutatóra készülök, ami ugyanitt a B72 stúdióban kerül majd megrendezésre szeptember közepén. És gyönyörű szép modelleket fogok öltöztetni, akik szuper hágatott ruhákat fognak majd viselni, és hozzájuk tervezek ékszereket.